A Lila Akáccal és egy minigálával fejezte be az évadot a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Az évad 4 bemutatóval zárt, a leköszönő társulatvezető ennek alapján választotta ki az évad színészét és színésznőjét. Mezei Zoltán az Osztrigás Mici főszerepéért lett az évad legjobbja. Az elmúlt 2 évben az életem egy kicsit más irányt is vett tulajdonképpen. Amellett, hogy a színházban, mint színész, az utóbbi, nem tudom, 10 évben nem voltam ilyen aktív szinte, így hozta a lépés, a Kata angazsált, amiért hálás vagyok neki a lehetőségért teljes mértékben. De lett egy színházat, nem is a színházat kiegészítő, az életemet kiegészítő más, úgymond polgár, egy menedzsmenti tevékenység, egy pénzkereteseti lehetőség, amellett nincs a terhemre, és nagyon kedvelem. És így a kettő együtt néha sok. Pámer Csilla a Lila Akác Tóth Manciaként kapta meg a legjobb női főszerepért járó díjat. Nem számítottam rá, mert ugye az ember kívülről nem látja magát, a többieket látja, a többiekből gondol valakire, hogy ő milyen jó volt az évadban, vagy tényleg úgy mennyire megérdemelni. Nekem is van ilyen, akiről ezt gondolom. És azért lepődtem meg, mert hogy így magamra nem gondoltam. Gyarmati Kata a jövőben nem vezeti tovább a társulatot. Azt mondta, a színészi energia, amit a társulattól kapott, hosszú időre elraktározódik majd benne. Nem tagadom, hogy egy nagyon nehéz periódus volt, viszont az a munka, amit velük együtt végezhettem, az azt hiszem, hogy meghatározott engem nagyon-nagyon hosszú időre. Gyarmati Kata a színház legkreatívabb munkatársait is megnevezte. Idén Brescianszky Boros Rozé dramaturgnak és Németh Mihály a művészeti titkárnak jutott a megtisztelő cím.